A DAC 25 év után játszott újra európai kupa mérkőzést, és ez meg is látszott az érdeklődésen. Közel 9000 néző volt kíváncsi a grúz csapat elleni meccsre, amely egy-egyes döntetlennel ért véget. A hazaiak Bajor révén egyenlítettek. A győzelemre azonban a jó néhány helyzet ellenére már nem futotta az erejükből. A második félidőben Kalmár Zsolt is pályára lépett, aki néhány nappal ezelőtt 3 évre kötelezte el magát a DAC-hoz. Egész végig domináltunk, nagyon sok helyzetet kidolgoztunk, de sajnos csak egyet tudtunk érvényesíteni. Volt egy 5-6-7 olyan helyzetünk, ahol legalább 2-t be kellett varrulnunk. Erre számítottuk, hogy visszaállnak, és akkor kontráznak. Nem leptek meg minket, de úgy gondolom a csapat mindent beleadott. Már lassan 3 hónapja nem léptem pályára. Úgy gondolom, hogy egyre jobb formán leszek, és nagyon örültem, hogy újra pályára kaptam. A visszavágót július 19-én rendezik meg Tbilisziben. A grúzok az 1-1-es idegenbeli eredménynek köszönhetően valamivel kedvezőbb helyzetből várhatják a mérkőzést. Azonban a DAC-nak is van esélye a továbbjutásra.